Keller. Könyves. Élesen középre, és gól! 2-0-ra vezet a DVTK, Polgár Kristóf a gólszerző. Két diósgyőri helyzet, két gól, ez a vendégek mérlege. És hát így nagyon jól zárják a vendégszurkolók nagy örömére az első félidőt a diósgyőriek. Jó volt Keller, sarokkal hátra tett labdája, Könyves két védő mellett is elmegy, élesen középre, és a hosszú Polgárt nem őrzi senki. Bepasszolja Polgár Kristóf, Grünwald maradt le róla, Horváth Zoltán is ott volt egyébként.